Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok! A www.g2a.com weboldalon rengeteg játékkal találkozhattok, a képernyőn is észre lehet venni, hogy nagyon sok mindenre kedvezmény van, nem csak játékokat, hanem például konzolt is lehet itt vásárolni, a linket megtaláljátok a leírásban. Akkor kívülről megyek be, mert innen nem tudom, hogy hol van a bejárat. Úgyhogy inkább így nem megyek be. Ott veszem fel a szolgáltat. Bárdosi! Szevasz, Jumanji. Szia, Mihály, szia! Mi újság? Képzeld el, beszéltem a Jézussal. Igen, meg mit hazudott? És elég nagy durva dolgot mondott. Na mit mondott? Mit hazudott? Ami igazából bassza a csörmet nagyon. Igen, mi a probléma? De ez most nem rád irányul, hanem van valamilyen magánnyomozó. Igen. Aha. Vágom a csávót, vágom. Vágod? Így van. Jó, oké. Te tudod ki az? Nem, de elméletileg valami fegyverszállítmány lekapcsoltatott. Szóval annak a srácnak igazából nem hiszem, hogy olyan hosszadalmas élete lesz. De még nem bántottad. Hogy bántanám? Most kövesedjük, hogy ki az. Ja, jó. Mert nekünk hasznos, érted? Jó vezette a hadműveletet, lekapcsoltuk a fegyverszállítmányt. Semmi ja, hagyjad már, hát de várjál már, van magánnyomozó, meg vagy te nyomozó. Hát most ő akkor... nem tartozik a rendőrséghez, ő magánakciózik, érted? Ő így végzi a munkáját. Aha, hát ez hát tudom, veszélyes, mert most már vadászni fogtok rájuk, egyértelmű. Hát az a helyzet, hogy mi nem egyelőre, de szerintem, hogy három szervezet biztos. Ja, hogy fostok, értem, hogy rátok is ez vár. Na, no, hagyd be magadat el! Gyere, beszélsz! Én jó ember vagyok, megmondom az Jó, ezt. Jó, persze. Érted. Jó, és akkor azt szeretnéd tudni, ki ez az ember? Nem, igen, azt is szeretném tudni, viszont a múltkori eset az kicsit csúnya volt. Ja, hogy oda küldte meg Jézushoz? De várjál, de amúgy hogy oda küldte Jézushoz, hiszen keresztelő volt. Ja, na, szóval ez véletlen ebbesés volt, köszi. Ja, és még valami. Hogyha még egyszer rám mered csapni a telefont, elnök kapjanak, mert erőszakolás lesz, érted? Love Joker, van új emót. Hú, hát... most már elrabulhatnak amúgy szolgálatba is. Nem el az Origo lehozza a cikket, nem hülyeskedjük ilyen. Napot, Timer. Jó napot. Megérkezett a felügyelő tiszt. Ő miatta van itt most. Nem hallom. Igen, hallottam róla. Hallottam róla, igen. Ő az, aki rosszat csinált itt bent a rendőrségnek? Igen. Ő miatt van a balhé. Telefont adott egy börtönlakónak, meg ilyenek? Igen, amiatt meg is tudott szökni. Igen, hallottam róla. Hát, Timán. Én kikérem magamnak, én jól végzem a munkámat. Írom a jelentést, főnök azt, hogy nem tudom, látta-e, én dokumentálok mindent, felfedeztem egy pénzmosót. Ki ez a csávó? Ez valami... Mit keresi? Mihály! Istenettel beszéljen! Bocsánat, kicsit halk, főnök azt, hogy rendben. Annyit kiabáltam, hogy elment a hangom, de tisztelettel beszéljen a fejjel valójával. Tiszteletem, elnézést kívánok, hogy szólíthatom az urat? Lajos. Tiszteltem Lajos, Tímár Mihály, az egyik legjobb rendőr. Áll rendelkezésére. Értem, rendben. Titkes. Mi van? Hova szálljon be? Nem, a főnök asszonyát kérdezem, hogy akkor el tudják, hogy
Persze, mindjárt jön a kolléga, én itt maradok magukkal addig. Rendben, mert itt a Tímár Mihály már azt mondta, hogy én nem biztos, hogy hova vagyok. Mit mondott a Tímár? Azt mondta, hogy nem biztos, hogy hova az autómat. Mit mondtam? Nem mondtam semmi ilyet. Jaj. Szia, Morsi, szia. Megtagadás. Doggónak hívják még mindig. Ja, Doggó, tényleg. Tiszteletem. Nem Doggó. Tiszteltem, kollega. Igen, még a kutya nevét se tudja. De. A kutya nevét se tudja. Marcikám, de viszed a kocsit a parkolóba, kérlek szépen. Azonnal, persze. Itt vagyok, uram, csak megkérdezem. Tiszteletem, főnök úr. Kollégáit, hogy tiszteletem, Timár. Tiszteletem, jelezném. Az autó be van zárva. Jó lesz? Zia, D809. Ő kicsoda már? Állami autó. Maga fölött áll ez az ember? Elnézést. Ehhez a belügyminisztériumtól kirendelt megfigyelő. Ha jó. Most valamit elbaszolunk, mindenkinek meg kell félni a segítelőd úr. Bocsánat, akkor nem jártatom a számat. Szerintem se. Elbaszod a dolgokat, van a lábokat össze, az átláb. Rendben. De most... Nagy Lajos. Tiszteletem, Lajos úr, ha szólíthatom így. Így van, Lajos. Köszönöm, Lajos. Jó, rendben, Lajos, köszönöm szépen. Mi tudjuk, hogy ő a fader. Természetesen. Friss élettől a kapitánysághoz szolgálatot teljesíteni, egy hete kapta meg a csippet, az oltást, minden kötelező. Rendben. Szeretném meg tudjuk mutatni a kis... Semmi veszettségi... Nem. Meg a vált... Rendben. Anélkül szolgálatot sem teljesíthet. Minden harapás után elvisszük az állatorvoshoz. Igaz, Dongó? Igaz, kicsi doge... A Dongót mondod! Már megbolondítottad. Körbe mutatnak? Kíváncsi, mert úgy tudom, hogy nemrég költöztek ide. Így is van, kövessen kérem le. Fú, ez a járás. Milyen kérdésem lenne, hogy... Szabad tudni, hogy milyen ügyben küldték ide pontosan? Mert általában azért vészesebb helyzetekben szokott ez lenni. A balogat végül nem kell kérni. Miattam? De nem csinálja, jó végzem a munkámat, Walter főnök meg tudja ezt erősíteni. Ugye főnök, ugye mondja azt, hogy... Hát, amikor én most már. Lesz, igen, most már írom a jelentést, főnök, nem tudom, látta-e. Így van. Bendegúz is látta. Hú, nagyon jó. Jó. Nos, Lajos, ez az első emeletünk, lényegében földszintnek is lehetne hívni. Ez itt fogadó. Átküldöm a képet, tényleg. Nagyon jó. Bözsi és Gizi, a két kiszolgáló személyzetünk, ők tartják életben a rendőreinket, étel, egészségügyi ládát, mindent adnak ki. Értem. Rendben. Nagyon kúsz lenne. Itt van hozzá itt a bejárat. Mit telefonodol, mi a csoka? Elküldtem a főnöknek, hogy a fater küldött egy képet magáról. Na és mit küldött? Magát. Elküldjem ennek is? Igen. Rendben, viszont nem tudom a számát. Nem tudod a számomat? Megnézem a telefonkönyvbe. Nem tudom, főnök asszony. Mondja nyugodtan. Ja, hogy ő hív. Bocsánat. Hello. Ez a számom. Rendben. Magic. Rendben. Chat. Ez a fater, főnézze már meg a cugyom. Ki a faterja? Hát ez a csávó! Hogy került ilyen pozícióba? Nem is hasonlít rá. Az apja inkább hasonlít egy loplandi kínaira, ő pedig meg is fehér. Nézze meg a képet.
értem, de a maga apukájának olyan hatalmas nagy buzis betűkkel a homlokára van tetoválva a maga neve. Látta a Lajosot? A Lajos fehérebb is, ráadásul nincs nagyon tetoválva. Leszedette a tetkót lézeres műtéttel. Hát annak három hónap, mire begyógyul. Erőt egészsége, Ergis. Köszi, világ. Ha még valaki dongónak hívja, lelövöm. Hova tűnt? Hát ez utána... Mehetek fölük azt, hogy én is? Jaj. Hát a maga felügyelő tisztje. A team felügyelő tisztje már tartozkodik. Köszi Marcel a három hónapot. Menjünk le akkor. Szolid, hát most nincs idő. Na, lobbukat kell, baba. Valami nem stimmel itt chat. Ott nem, nem, ez így nem lesz jó. Fatert ki kell iktatni. Lőjük le chat, ja, de akkor hát meg be... akkor meg lecsuknak engem. Valahogy balesetet kéne szervezni. Merényletet kéne ellen szervezni. Könnyebben tudnánk azonosítani az elkövetőnek az azonosságát. Jelenleg még nagyon... Írta, hogy meghalok, hogy mondjam, ilyen 90-es évekbeli módszerekkel kell dolgoznunk sajnos. Értem, értem. Szépen a számítógépet fölnyitjuk, és akkor a kollega árnyál az, hogy valakire nem hasonlít, de hát elkövetőből Dunát lehetne rekeszteni. Így elég nehéz azonosítani az embereket, mindenki személyigazolvány nélkül mászkál. Szóval igen, elég nehéz a dolgunk. Értem, értem. Olyan kérdésem lenne, hogy a kedves imád, Mihály. Igen, főnök. Kollégájukat, azt láthatnám egy opcióban, akár, vagy valami helyszínen. Egyértelműen nem egyedül szeretnék vele menni, hanem valaki más is. Természetesen arra gondoltunk mi is, hogy mikor járőrözgat mi a csuka, akkor maga is vele tart. Természetesen. Rendben. Akkor foghatunk is egy szimpatikus járőrautó. Akkor engedelmével főnök felveszem a szolgáltat és a ruháimat. Igyekezzen, akkor a mélygarázsban találkozunk. Rendben, főnök. Tiszteltem, főnök. Tiszteltem. Tiszteltem, főnök. Mindenki a főnöket íván? Mindenki fölöttem áll, az nekem főnök, főnök. A felettes és főnök között a rökülönbség az. Hát, hogy tudom, merre kell menni? Cset, az egyesen. Azt se tudom, hogy hol vagyunk. Elnézést, uraim, elnézést, uraim. Pont hölgyem. Ezért van kaszkunk a West Customnek. Uraim, hölgyem, nincs itt! De jó vezettem, jó ment. Jó. Szerintem Walter úr egy tanácsom lehetne, akkor a szerelőtelen felé vegyük az irányt, hogy biztos rendben van a gépjármű. Sérült egy kicsit elől az autóban eleje. Első körben ellenőrizzük a gépjármű állapotát. Leállítom az autót. Hát igen, igen, az oldala is meg van húzva, illetve a bal eleje kanyarodás erejétől sajnos összetört, a lámpa is hiányzik. És egy kis tengelyfeldörésünk is van, hála meg a magasságostól. Hűtőrács is megütődött, ahogy mondom. Igen, igen, Stéber, igen. Nyissuk fel a motorháztat. Egy pillanat. Jól van, miniszter úr. Beállt a dereka, miniszter úr! Beállt a dereka! Ez fáj a dereka, ha mit megpróbáltak viszont. Beakadt, nagyon szó. Ő az ellenőr, ja, de a rendőrök nem tudják, hát füstöt nem látok a hűtővíz, nem lesz szó, hogy talán nagy baj nincs. Ő az ellenőr, és nekem lehet, hogy a kirúgás. Én nem miniszterelnök vagyok, én egy ellenőr vagyok. Ellenőr, értem. Igen, ellenőr, csak egy alkalmazott? Így van. Értem, értem. Lajos, kivezessen tovább ön szerint. Na, Mihály. Rendben. Akkor Mihály elősülés. Rendben, főnök, értettem. Akkor jelentse le, hogy a Mester 13 átalakult Árpád 651-i, és a szerelőtelepre tartjuk az irányt. Mester 13 átalakult Árpád 651-i, és a szerelőtelepre tartjuk az irányt. János, egy kis időre leadja a szolgálatot. Nyugtáztam.
Hát jó, Cseh, de ez nagyon váratlan volt. Hogy elém rántotta. Nagyon jó. Tényleg nem figyeltem a csetet, nagyon jó ment a vezetés pedig. Nem baj, Mihály. Most nem tudok mit mondani, majd ebből tanul. A szokásosan. Mesteres folytatja a cirkázást. Nyugtáztam. Nem hiszem, hogy kirúgnak. Írt is az ID-ért. Vagy nem merem elővenni a telefon. És akkor, Walter úr, hivatalosan megérkeztek a motorok? Tessék enni, bocs. Hivatalosan sikerült átvenni a motorokat papíron? Így van, így van. Nézem meg. Na jó. Ugye mentem le egyből, akkor jött az úriember. Pont fogadtam, amikor rádióztunk, azért mondtam is neki egyből, hogy akkor szólok ennek. Mondtam neki, hogy nem biztos, hogy azonnal fog tudni jönni. De elég megérte is. Tófaj volt az úriember. Figyelsz ránézést, persze. Majd a belügyminiszter úrnak egy köszönő levelet írok ezzel kapcsolatban, vagy fölhívom, amennyiben lesz rá lehetőség. Igen, és köszönje meg a nevünkben is, hogy múltkor kaptunk egy teljes napos tesztelést. Így van. Elég sok minden kiderült a szemünkben róla, hogy elég is tapabírók is jószág. Jó, de először balra rántotta, utána jobbra. A crossmotoros bandának lefelleg. Igen. Igen, lesz itt pánik mostanában. Csak ugye persze természetesen nekünk is el kell sajátítani a vezetési kontrollt újra, mert ez megint egy új típus. Ez jobban bírja a főnök az ütközést? Autóval? Nem csak hogy jobban bírja, hanem offroad kategória, a váza. Mester egy kimegy szerzibe körülnézni. Ez egy Természetesen a mostani kategória is megmarad, de az lesz az elkapó motor inkább. Lesz a kettő között különbség, mindegyiket funkcionálisan majd szépen kiosztjuk feladatkörökre, de mindenképpen ez a, nem tudom, hogy látta Mihály, hogy eléggé jó kategória. Igen, csúcsminőség főnek, csúcsminőség. Visszatérek, Mihály, szóval volt egy olyan megszólás, hogy pirosan. Igen, főnök, igen. A Walter főnökét azt felülbírálja? Nem, elnézést, csak a tudomásom szerint, ha nem szól a megkülönböztető jelzés, nem mehetünk át a piros lámpán. Jó napot kívánunk! Tűcumice ápolacitacitő, megválasztott tomákos tészta. Uraim, tudják-e, hogy miért állítottuk meg önöket? Egyszer megálltunk a piros lámpán. Igen, szeretnék bemutatkozni. Mesterem, megjárt egészségügyi szünet rakjának. 11.0, egy igazoltatást fogunk véghez vinni önöken, egy személyigazolványt, egy forgalmi engedélyt és egy jogosítványt szeretnék elvinni. Föl kéne menni a járdára. Perce. Így van, és először húzódjanak fel a járdára a gépjárművel. Nincsen kötelem, hogy... Az autóval a rendőrautó elé tessének elállni, mert tilosba parkolnak. Jó? Először a gépjárművel álljanak oda. A gépjármű nagyon jó helyen állít, az urak jöjjenek fel a járdára, hogy a baleset veszélyt elkerüljük. Tilosban van. Maguk állítottak, még nem normális. Gondolkodzom már egy kicsit. Nem 22-84. Szóval a sofőrt szeretném kérni, hogy adja át a személy igazolványát. Ő volt a sofőr. Nem ő volt, a visszapillantott tükörbe is láttam, hogy maga vezetett, úgyhogy nem tud félrevezetni, és ne is álljon szándékában, mert elő fogjuk állítani rendőrség félrevezetés érdekében. Fogod, hogy félrevezeti széki. Ez jó istenem, no. Tehát hallom van szó, hogy nincs jogszín. Nincs jogosítvány, sose volt, vagy csak most nincs önnél? Hát 17 évesen nehéz lesz. 17 évesen már a magyar jogszabályoknak megfelelően lehet jogosítványa. Perce, csak nem is vezetetnék te. Itt lény! Mert ő készelített is ő. Hogy is mondom. Ön uram, hány éves uram? Szikuda. Csak 31. 31. Milyen kapcsolatban állnak önnel, vagy önök egymással? Testvére. Rendben, akkor ezek lopat. Szerint ön felelérte, hogy engedte jogosítvány nélkül vezetni, mivel ön a nagykörű és családtag. Így nem tud beszélni. Ön tudja igazolni magát? Persze, hogy mutassam. Rendben. De várjál, jogsím nekem sincsen, nem? Jó, egy személyigazolvány is, mivel ön nem vezetett, ezért önnek csak a személyigazolványa kell. Így
édes jó istenem, nekem ott adát, te nem normális. A jármű tulajdonosa a kicsoda. Pácsa, paci, ez... Tessék? Tessék, odaadom, itt. Nem tudom, kinek adtam, tesz. Várjál, pazd meg. Használd, te szó, használd. Kicsit félállok, hogy nehéz nekem. Bert Roland, rendben. Született március 25-1996. Így van, így van. A jármű tulajdonosa is ön, kedves Roland? Nem, ez a zsibba. Ő a tulajdonosa, értem. A szőlőttapú, Jesszi! Visszaadom. Tessék, uram. Ez védettem volt. Önt hogy hívják, uram? Szeretném a nevét elkérni, ha már a személyigazolványa nincs magánál. Kicsi ping. Sening piano. Sening piano. Rendben van, most le fogom kérdezni a jármű rendszámán, alapján ki a tulajdonos, ha nem ön a tulajdonos, elő fogjuk állítani rendőrség félrevezetésért. Beírom a rendszámot, lekérdezem. Ilyen nyugodt innen. Rendben, János, itt megyünk magáért. A jármű tulajdonosa Seni Piálo, úgyhogy ez rendben van, uram, köszönjük szépen. Piálo, rendben, igazat mondott, ön a tulajdonosa, viszont a jogosítványa nincs meg, ezt minél előbb orvosolni kellene. Persze. Úgyhogy most el fogjuk kísérni önt az autós iskolához, hogy meg tudja csinálni a jogosítványát, egy bírság után. Ebben akkor kimegyek a... Ó, és egy kérdésem lenne, vagy akkor most már kettő? Az eddig, ha nincs pénzem, miből fizetem ki a bírságot? Ha nincs pénzem, miből fizetem ki a jogszit? Na, ezt álljál! Uram, nagyon jogos a kérdés, viszont autóra volt pénze, el kell adni az autót, és először a jogosítványt kell megcsinálni. Hát szól kell, mondom, Karácsonyra kapta? Nagyon jó fej! És Karácsonyra lámpák nélkül kapta ezt a csodaverdet? Nem tudom, ki kell érdekelni. Hogyha nem maradsz a szolgálatot, ők is tehát nem mivel a belső ellenőrzéssel. Az egyik ülésszintben nem áll még. Katalizátor személti. Jó, csak érti azt, hogy az egy dolog, hogy nincs a jogosítványa, de forgalomban ez az autó nem is vehet részt. Gusztáv, megyünk vissza, beszélni akarok veled. Pedig van majd a forgalmi. Mihály úr, milyenkor a teendőnk, amikor olyan autós találunk, aki nem alkalmas autóval közlekedik a forgalomban? Eltiltjuk a vezetéstől, főnök, és egy számlát fogunk kiállítani, és hogyha a testvérének itt a jogosítványa, ön folytathatja a vezetést a továbbiakban. Én nem akartam sose levizetni. Értem, hogy önnek nincs is alba jogosítvány. Rendben, kiállítom a számlát. Ebben az esetben a gépjárművel mit csinálunk? Le fogjuk foglalni a gépjárművet, mivel nem használhatják tovább. Mit nem egy te zilágnak? Kérek szépen egy számot, mit uram? Tudod? Ja? Amire írhatom a számlát. 81? 81? Perce, az a szemleszem, onnan le tudják szedni, lopkodni. Mennyi lesz ez a bírság? Ne aggódj, a jövő karácsonyra megkapja majd a... Hát, lehet igaz. Egyértő. Te annyi a szomorítok. Gyors, meg kell nézni. Te kupac köcse, kuszol már, te szőlőstapú! Szép estét, Kevin Bright! Szőlőstapú! Fiatal úr, azt mondja már el nekünk, hogy a francba tudta ezt az autót egyáltalán beengedni? Figyelek, Kevin, miben segíthetünk? Motorszintben! Csodálkozunk, hogy egyáltalán van benne működő motor. Rendben, 7 napja van, hogy befizesse ezt a számlát. Csidés típusa? Mindjárt mondom. Tehát hiszem, pillanat. Fotokrátszámot. Jéé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 é el kell, hogy tántorítsa attól, hogy legközelebb szabálytalanul vezessen autót. Hozom a Kevin Grinch-et és lefoglalom a gépjárművel. Parasztnak nincs helye itt. 200 ezer! Kiveszem a Kevin Grinch-et az autóról. Ráhelyezem. 473. Úgyse, nagyon rég nem csináltam ki, hát tényleg nem... Az itt nagyjából jó volt. Zöld Suzuki Swift. Főnök, a csomagtartót és a kesztyűtartót nézzük át, vagy ilyenkor nem kell? Igen. Nem indokolt. Rendben, főnök, akkor lefoglalom a gépjárművet. Rendben. Az, hogy nagy szájú, az nem jelent semmit, együttműködőek voltak, és ennek csak nem sok észre vannak meg erre a szegény. 200 ezer adtam neki. Majd én tart az intézkedésedig, megkérhetem, hogy egy machine utánását befejezik. Infúzió. Rendben. Nem infúzió, inzultálás. Lefoglaltam a gépjárművet. Nem tudom, hogy ez a köcsök, akkor azt nem tudja, mi az.
További szép napot kívánok, ne felejtsd el a jogosítványt megcsinálni, uram, és akkor nem lesz ilyen probléma. Tartsátok ki az osztalmatokat. Out! Ezekkel... Ezt már ők, önök rendezik le. Önök rendezik le. Amennyiben még egy... Uram, azt most azonnal rakjuk. Viccelődés! Nincs viccelődés. Amennyiben még egy pofon elcsattan, akkor mind a kettőt beviszük a kapitányságra garázdaság vágyába. Szólom, én nem szálltam semmit. Kobozzál tőle. Miért? Isten vernék. Édes jó is! További szép napot! Meg fog verni. Jó, de rég azótattam bárkit. Ja, nyomozó vagyok. Kevin Wright mentős ápoló jelenti, hogy lehet, hogy a gyanúsítottról tud mondani személy leírást. Árpád 651 folytatja a járószolgálatot igazoltatás után. Jó, elindult a nap. Figyelünk, Kevin. Nagy szakálla volt és egy kicsit öreg ember. Ezek a szélhámosok. Hogy engedheti jogsi nélkül vezetni? Mondjuk, Kevin. Ez hihetetlen, felelőtlenség. Francessen bele. De ugye tényleg tudja, hogy 14 éves kor felett a... természetes személyek cselekvőképesek minősülnek, szóval onnantól ez a saját tetteikért felelnek, és jó, nem a gyám vagy a testvér. Igen, főnök, csak gondoltam, egy nagykorú nem fogja, főleg aki testvére, ő engedni, hogy vezessen. Hát egy jó darabig most nem lesz kocsia, ahogy pénzese. De örvesnek kell lennem. És mit mondott neked? Csak ebben időn belül kell befizetni? 7 napon belül, főleg ezt mondtam. Nem voltak pontosak az információim, mert ugye nyomozóként nem szoktam ilyen tevékenységet ellátni. De azelőtt teljesített járőrszolgálatot, sima járőrként. Igen, főleg, de nem nagyon mutatta meg nekem senkit, megmondta el. Kapitányság kerít vállam önöket, ha megint a szólat. Szóval akkor folytatnám, főnök úr, hogy ez a telefon a Flutterral hogy történt. Ugye ott hagytuk abba. Én nagyon szeretem az édesapukámat, attól függetlenül, hogy vannak súrlódások. Mert nagyon kis cuki amúgy. És sokat segített nekem, viszont ő meg kellett bűnhődni a bűneiért, amit alá is támasztok, hogy elkövetett, és bezártuk a cellába, elvittük a börtönbe, viszont én szerettem volna tartani vele a kapcsolatot, mert csak is az édesapám, látogatni nem akartam, nehogy nagy probléma legyen belőle, és ezért adtam neki telefont. És azt még szeretném hozzátenni, hogy amikor a Timár urat ezért felelősségre vonta, akkor a Timár még visszakérdezett nekem, hogy miért nem kutattuk át az urat a börtön területén. Mert annyit válaszoltam, hogy a cellában bent a kapitányságon már átkutattuk, és nem feltételeztem, hogy egy rendőr bármit be fog kijuttatni. Ezt a jelentésembe is belefoglaltam annó, de nem baj, hogy még egyszer elhangzik. Az egyáltalán a probléma. Igen, hát itt Mihály, bármi nézzük Mihály nagyon nagy dolgot csinált ebben nagy problémát igazából. Ez bármi nézzük az ő csára fele. Nagyon sok hibát követtem, mert be is szeretném ismerni a munkám során. Viszont én úgy gondolom, hogy tiszta szívvel, lélekkel szolgálom a hazámat, és nem akarom elveszíteni a munkámat. Hát azért én szeretem az Endit is, meg a főnököt is, meg mindenkit is tudják, nem akarom itt hagyni a rendőrséget. Mihály maga a rendőr, azért én is. De vannak érzéseim. Amikor az apját kihallgattuk, ugyanígy pityogott közben. Ki is kellett küldenem a kihallgatókat. Mihány néha elragadják az érzések, főleg amikor ilyen családi téma jön elő. Hoppá, motoros balra, nagy gázzal ment el. Már a Lajos kérdésére a kapitányságra vagyunk. Oké. Okay. Értem. Hát. Meg egy ilyen gépgyárművel teljesítmény szempontjából ült az egy gyorsasági motort, az olyan, mint egy csatlakos lepkével kergették egy lóval. És hát legközelebb hétfőn lesz amerikai, vagy magyar, jó? Holnap Amerika. Azért bár nem tudom, hogy Lajos úr mennyire nézi a szolgált autóknak a belső felvételeit, de azért, hogyha látta, akkor biztos benne, hogy nem hiába maga képzett ki mindannyiunkat vezetésből. Már a Mihály még eléggé a sor hátulján áll, de idővel majd ő is megtanulja. Bízunk benne. Ha 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 ha!
Hát igen, itt valakiből már 3-4 hónap alatt már zászlós vált, főtörzászlós, esetlegesen hadnagy, mint például a Molnár Antiból, meg Kolompár Bendegúz úr. Hát leszerint. Akkor Mihály az visszalett. Két rendfokozatot elvettünk tőle a tetteire való tekintettel pontosan.